Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Réti Majorban jártunk, ahol Hallország fejedelmével, Lévai Ferenccel beszélgettünk a hallgazdaságok szerepéről, helyéről, problémáiról, sikereiről. Tartsanak velünk! Nagy tisztelettel és barátsággal köszöntöm Lévai Ferencet, az Aranypont ZRT vezetőit. Újra itt vagyunk Réti Majorban. Egy kicsit nézzük meg, hogy mi történt az elmúlt évben, mert hogy azt hiszem, hogy nagyon mozgalmas esztendő után vagyunk. Mozgalmas és nem túl jó esztendő után vagyunk, hiszen a tavalyi év egy kis túltermelési válsággal végződött, amit a karácsonyi forgalom se tudott levezetni. Úgy jártunk, hogy két jelentős exportpiacunk, a lengyel és a román, szinte egyszerre terítődött meg hala, különböző okokból a lengyelországi herpes vírus járványnak vége lett, elkezdtek ők is termelni, és köszönjük szépen, az északi flotta is bőségesen fogott halat, tehát tele voltak a feldolgozók, nem kellett a magyar hal, 4-5 év után először. Romániában pedig a alsó szomszédaink, a moldávok, a bulgárok hoztak be. Ugyan rosszabb minőségű, de lényegesen olcsóbb halat. Jobb időjárás volt, kisebb munkabérekkel, költséggel, rezsivel dolgozták, meg tudták tenni. Tehát egy pillanatra az a 3-3500 tonnás piacunk, ami megvolt, abból nagyon lassan ilyen 1500 tonnányi lett, mintegy 1000 tonna hal beszorult az országba. Hát ezzel a hallal küzdöttünk tavaly ősszel. Lassan ugyan már kopik lefelé, mert újra elindult a román piac koratavasszal, valamit már elvittek belőle, de egy biztos, át kell gondolnunk a stratégiánkat, kevés volt a feldolgozott halunk. Önkritikusan el kell mondanunk, a mai magyar fogyasztónak nem az élő hal kell, már vidéken se. Réti Majorba sorbáltak az emberek azért, hogy nem olcsón 300 forintért kilóját, de pucolja meg valaki nekik. És ez a valaki nincs meg ma már, tehát nekünk is végig kell gondolnunk azt, és a kollégáimmal ugyanezt beszéltük meg, meg kell csinálni a vágópontokat, azokat a technikai eszközöket beszerezni, a pucolótól kezdve az irdalón keresztül a filézőig, amik ma nincsenek a rendelkezésünkre, nem állnak a rendelkezésünkre. Lemaradtunk, tehát a feldolgozott élelmiszerek versenyébe a halászat lemaradt egy kicsit. Ezt a hibát be kell pótolnunk, én azt mondom, 2-3 évvel utolérjük magunkat, hiszen nem a termeléssel van a gondunk, az hála Istennek tudunk, nem a minőséggel van gondunk, ezen is túl vagyunk, hála Istennek, hanem azzal, hogy a fogyasztó lényegesen igényesebb lett, kényelmesebb mondhatnám, az a korosztály, aki meg a kelti csapát megpucolta halat, az bizony elfogyott. Az a háziasszony van, meg az a tudatos vásárló, aki három szelet halat szeretne, egy filét szeretne, egy halászli alapanyagot szeretne, és bármi mást, amit kérünk. Ez a hagyományos gazdasági ponttermelésnél sajnos nem követtük a termelés felfutását, nem követtük a feldolgozással, és nem követtük az igényeket a feldolgozásra. Ez volt az egyik fele. Nézzük a jó oldalát is a dolgoknak. Azok az intenzív rendszerek, amelyek afrikai hacsát, tokféléket termeltek, azok jobban álltak tavaly, és most egy kicsit nézzünk ki Réti Majorból, hiszen ők eleve már úgy épültek meg, hogy feldolgozó került melléjük, egy intenzív rendszerbe termelt halat, azt naponta fel kell dolgozni, el kell látni a piacokat vele. Ez a afrikai hacsán ragyogóan sikerült, aminek örülünk, hogy a tavalyi évvel már megmutatkozott az, hogy az a rendszer, amit sikerült kidolgoznunk néhány évvel ezelőtt a Keszthelyi Egyetemen Belcsényi Miklós professzor úrral, az intenzív szürkehalcsa termelési rendszer, na az a rendszer beállt, tavaly már az első nagyobb terméseket pár száz tonnát produkált is, és köszönjük szépen a karácsony, le is hívta ezt a halat. Persze ezt is meg kellett nyúzni, ezt is föl kellett darabolni, és nem készültünk erre föl ilyen szinten, de a piac lenyelte, hiszen szürkehalcsából hiány volt, és ha nem is dolgoztuk fel a szintig, mint az afrikai, tehát a filéig, na nagy részt azért ez a harcsa tömeg eltűnt a piacról, ez megvan, és akkor fölállt az a rendszer, ami Európában európai harcsát termel, és mondjuk egy kicsit kitekintve hosszabb távon nem pangáziuszt fog majd behozni Európa mondjuk Vietnámból, hanem helybe termelni meg a halát, hiszen látjuk a globalizáció hátrányait. Csak egy mondatot még erre, büszkék vagyunk arra, hogy összeállva még két uniós országgal, Németországgal és Ausztriával, ezt a rendszerünket, ezt a szürke harcsát termelő rendszer meg tudtuk egy pályázattal támogatni, és ez a támogatás arról szól, hogy Európa harcsa termelő genetikai központja és ivadéknevelő központja Magyarország lenne, mi csináljuk meg Réti Majorba azt a szelekciós munkát a szarvasi kutatóknak közösen, amelynek az eredménye már itt úszik a vájukba, az elsőket már novemberben leszaporítottuk a német melegvizes partnerünk segítségével, és ezek már egy homogén, megbízható, nagy teljesítő képességű, tápon nevelt európai harcsa
termesztés alapjait jelentenék, és azt szeretnék meg. Hát erre büszkék vagyunk. Ha visszanézek még az elmúlt évre, akkor azt kell mondjam, hogy szép és meleg nyarunk volt, nagyon jó minőségű és gyönyörű hal termet. Hosszú volt az ősz, tehát a hiányokat mindenhol, amik esetleg évközben adódtak, a későn induló és a rendszertelen száraz tavaszból, azt behoztuk az év végére. Ami még nagyon rossz volt a tavaly évben is, ennek sajnos nem örültünk, irgalmatlan kormorán támadás érte a teljes magyar vizeket, a Dunát, a Tiszát, minket, ennyi kormoránt évtized alatt nem látunk, mint amennyi most volt tavaly. A legkülönbözőbb származási helyről, tehát az északi hatalmas nagy tengeri kormoránok itt voltak, a hazai költési állomány is már augusztustól kezdve itt volt a nyakunkba, olyan károkat csinált a kormorán, hogy az valami elképesztő. Annak ellenére is, hogy hála Istennek immár a harmadik éve a mezőgazdasági minisztérium támogatja a kormorán gyérítését lőszerrel, pályázatta, az állami halőri szolgálat is beszállt ebbe a kormorán gyérítési akcióba, és ahol lehetett sikeresen vertük vissza, de bizony a mai nap is 6 órakor kellett kelni a vadőrömnek, és nem engedni az éhes bandákat leszállni, éjszakázni nem hagyjuk itt őket, de szó szerint támad az a fekete sereg, és írtatos károkat csinál azzal, hogy a védekezése képtelen, nyugvó állapotban lévő halat fölveri, kiveri, nincsenek telek, nem volt 3 hét jégborításunk, ellentétben a Tiszán túlal, ahol volt azért 2 hónap, ha vékony is, de jég, és megvédte a halat, hagyta pihenni, természetes módon áttelelni, nálunk egyfolytában üldöz zargatta, ebből hiányaink lesznek a Dunán túl, én úgy gondolom, hogy a 1- és 2-nyaras korosztályban jelentős károkat okozott a kormorán. A megoldás talán majd az lesz, hogy próbálunk a természetvédelmi államtitkársággal értekezni, miniszter urat fölkértük a közvetítésre, hogy legalább a hazai fészkelő telepeken nyérítsük, hogy az a pár ezer darab se repüljön ki, amit aztán utána irgalmatlan pénzért üldözünk és megsemmisítünk. Sokkal egyszerűbb lenne, hogyha már a fészken nem hagynánk, hogy fiókák szaporodjanak. Ez úgy gondolom, hogy a márciusi hónap tárgyalási témája lesz a miniszter úrnál, kaptunk erre ígéretet. Hát még egy jó hírünk van, hogy azért jóról is beszélünk, ne csak rosszakról. Sikerült a steril amúgas programunkat megcsinálni. Ugye az amúr, mint olyan tájidegen halfajnak számít az Európai Unióban, hiszen nincs 50 éve az Unióban, ellenben a hasznossága pont a klímaváltozással függ rendkívüli módon össze, hiszen a fölmelegedő és hosszan tartó időszakokban a vízben élő növények élettartama is lényegesen nagyobb. A 4-6 hónapos tenyészidő 6-7 hónapra is kihúzódik, hiszen májusban már hajt kifelé a sás, áprilisban már hajt kifelé a sás, és bizony októberben még nem száradt el semmi, hiszen 20 fokos melegek voltak végig. Ez a hatalmas vízinövény tömeg a sekély tavakban nagyon gyors feltöltődést eredményez. Nő az iszap mennyisége, mint a villám, hiszen minél gazdagabb és minél több napfényt tud elnyelni a vízinövény tömeg és alakítja saját testévé, annál több fog lerohadni majd, és a folyamatosan táplálódó, öntestéből táplálkozó növény tömegnek, ez az iszap az önteste, ugye ez folyamatosan azt jelenti, hogy elfoglalja az élővizeket. Ezek föltelenek, ezek elmocsagasodnak, és hát kialakul a klasszikus rendszer, hogy először csak lápocska van, aztán láprét van, aztán láperdő van belőle. Ha valaki látott már egy légi felvételt, látja, hogy a Tisza milliónyi kanyagulata az ennek esete annak idején, az evolúció és a feltöltődés áldozatául. A meglévő vizeink megőrzése érdekében egyetlen vízinövény fogyasztó állatunk az amúrnak nemhogy fontos szerepe van, hanem életmentő szerepe van, hiszen azok a horgásztavak, ahol nincs 100%-os telepítés, nincsenek nagy haltömegek, nem tudják meg a talajt, a növényzet szépen jön befelé, mindig kisebb lesz az aktív vízfelület, és megszűnik az az élettér, ahol a horgászat, illetve a tavi élettér összeszűkül, mert a víz tömeg elfogy, nem mindegy, hogy egy hektágon 10 000 köbméter van, tehát 1 méter mély, vagy csak 6 000, aztán 5 000, aztán 3 000, és szépen beóvadunk. A velencei tavat, csak mondom a fehérváriaknak, hogy ezt ismerték, ha a 80-as években a vízügy nem menti meg több millió köbméter iszap kikotlásával, szigetekben rendezésével és a nyílt víznek a nyíltvízi felületek kiszabadításával, akkor ma egy nagyon szép pocsolyába csónakázhatnánk, ahol éppen még a vízinövény engedné. De én emlékszem a 80-as évek elejére, amikor úgy kellett a velencei kis kikötőből a csónakot a Hínár mezőn keresztül hatalmas erőfeszítéseket betolni, hogy tudjunk valahol horgásni, ha éppen arra volt dolgunk, vagy a halászokkal, hogyha tanyát akartunk vetni.
summa summarum ez a steril amúl arról szólna, hogy szaporodó képtelen állatokat hoztunk létre, ez egy besugárzásos technológia, aminek az a lényege, hogy nem két kromoszóma képződik a halban, hanem három, és ez a három kromoszóma nem engedi, hogy tovább szaporodjon, nem akarnám mutatni senkit ennek a genetikai hátterével, de ez a jószág pont olyan, mint a többi, egy nagyon picivel gyöngébb talán a növekedő képessége, ellenben szaporodásra képtelen, tehát nem tud sehol esetleg elszaporodni. Mondom, hogy egyébként 20 éve szaporodik Magyarországon, hiszen a felső Tiszán folyamatosan busai és amúrívások vannak, ezzel is majd kezdeni kell valamit a protokollnak, hogy mi legyen azzal a hatalmas tömegű invazív halfajjal, amely a halászat hiányába felszaporodik a természetes vizeinket, hiszen ha lemegyünk az adonyi hótákba, itt is látjuk nyáron a méteres halakat víztetején úszkálni, a növényevő halakat, a Duna tele van velük, de a Tiszán is óriási. A tavalyi tiszai ívás azt eredményezte, hogy hatalmas mennyiségű ivadék képződött, ennek kb. 15% az amúr, a többi pedig a busa. Ennek a folyamatos halászata, eltávolítása előbb-utóbb szükségszerűvé válik, mert ellenkező esetben olyan szinten fajja ki a planktont, hogy az összes többi őshonos halunknak is problémát jelent, tehát valószínű, hogy a halászatnak a ökológiai formáját föl kell erősítenünk, újra kell vennünk, elő kell vennünk a halász szakmunkás képzés, és föl kell állítani nagy valószínűséggel a MOHOSZ-nak majd, aki ennek a gazdája, olyan ökológiai halászat területeket, brigádokat, amelyek ezt a hatalmas nyomást, mondhatnám ugyanúgy, mint a parlagfű, le tudnák venni majd a vizek válláról, mert nem lehet megállítani azokat a folyamatokat, amelyek pont a klímaváltozásra jöttek előre. Tehát az amúr egy mondattal visszatérve, mert egy kicsit elkanyagodtam is, talán túl szélesett a perspektíva, az amúr az egyetlen vízi tehenünk, amelyik az át vizekbe, amelyekből nem tud elszökni, fontosak lennének egy előttes felmérés után, mekkora növénytömeg, mennyi amúr kell ahhoz, hogy mondjuk megállítsa a folyamatot, és ne egyek kiüres a tavat, és hát ami nagy előnye még az amúrnak, hogy egyetlen növénye, amit a piac elfogadott, nagyon szeretik az emberek, kiváló busminősége van, és nagyon jó horgászni is. Ellentétben a busákkal, amiket csak rafinált módszerekkel lehet megfogni, az amúr kiválóan fogható, eszik mindenféle csarira, és hát sportértéke az vetekszik minden, nem lassan leveri a pontyot, hiszen olyan erővel tud támadni, és olyan ravasz technikákat alkalmaz, hogy bizony egy 6-10 kilós amúr kifogása az komoly sport teljesítmény, amíg egy Bojlis tóba 20 kilós pontyot kivontatjuk a partra, mert ő már tudja szegényként, hogy úgyis visszaengednek, minek küszködjek, fáj a pofám, tehát ő már nem fog harcolni és nagy sportélményt nyújtani. Hát ez volt még a tavalyi év. A szaktárca miként segíti pályázatokkal a hallgazdaságokat, illetve az akvakultúrát, hiszen ez esztendőről esztendőre kulcskérdés. A szaktárcával köszönjük szépen, és kiváló viszonyunk van. A szaktárca kezébe kevés a forrás. A szaktárca abban tud segíteni, hogy a halászati alapból például a mi szervezetünk, az akvakultúra és halászati szakmaközi szervezetet támogatja. Nagyon szépen köszönjük, hiszen így jut egy kis pénzünk a reklámra, marketingre, promócióra, rendezvényeinkre. A többi az Európai Uniós pályázat. Ezek bizony nem haladnak jól, ezek a pályázatok nagyon lassan értékelődnek. Azt kell mondjam, hogy azzal, hogy Kecskemétre került le a csapat, és szét lett szedve a vidékfejlesztés, nem használtunk se a sebességének, se a pénzfelhasználásnak, se pedig a bürokráciának. Az előző uniós kurzushoz képest azt kell mondjam, hogy sokkal lassabban, mutatottabban, nehézkesebben haladnak a pályázati dolgaink, az elbírálások, a döntések, a kifizetések, és azért nem értjük mindezt, hiszen az előző 7 év volt az úttörő év, amikor ragyogóan teljesítettük, és ebbe a kurzusba ezt nem tudjuk hozni. Ami még nagyon nagy baj, és ezt már többször fölvetettük, de nem látja senki a megoldását, és ez le is lohasztotta egy kicsit a pénzfelhasználási tervünket, vagy azt a dinamikát, amit szeretnénk volna, mint szakmai szervezet elérni, az, hogy ebben az időszakban már az infláció és az áremelkedések jelentősen nehezítették az életünket. Addig, amíg az előző időszakban 6-7 hónap alatt döntések születtek, most 2 év eltelép, mire döntenek. Ugye nem kell magyaráznom senkinek, hogy 2 év alatt a munkabérek, az anyagköltségek és minden más, ami hozzájárul, azok mekkora mértékben emelkedtek. Elfogy a támogatás. Az 50%-os arányú állami támogatás, 50%-os Európai Uniós támogatásból, vagy a vissza nem fizetendő részből, abból bizony 30%-ot az idő vesz el. Ma már az a brigád sincs meg, aki ajánlatot adott arra, hogy aszfaltoznak, 50 ezer forint négyzetméteren, csak mondtam egy hasszámot, ami most egyébként már 120, csak most, de inkább konkrétumot mondok. Ugye azt nem kell ragoznom, hogyha valaki elhatározta az építkezést 2 évvel ezelőtt is beadta a pályázatot. A döntés meg 2 év múlva születik meg, hogy abban az 50%-ban mennyi maradt meg.
talán 15. Ez már nem támogatás. Tehát nem értjük, hogy miért infláljuk el a saját rendszerünket, miért infláljuk el a saját pénzünket. Tehát ez nagyon, nagyon rossz irány volt. Én nagyon remélem, hogy a következő turnusban leegyszerűsítjük, könnyebbé tesszük. Nem értem, miért kell a saját magunk elé korlátokat állítani. Korlátokat állítottunk, olyan bürokráciát szerveztünk össze, ami lehetetleníti a pályázatoknak a működését, és hát sajnos azt is meg kell mondanunk, nekünk már vissza kellett fizetnünk pénzt az Európai Unióba, mert nem tudták időre teljesíteni, nem tudtuk időre teljesíteni a felhasználási keretünket. Ez több, mint hiba. Ez olyan probléma, amit azt gondolom a következő ciklusban mindenképpen orvosolni kell. Nem hiszem azt, hogy a magyar emberek elé kell egyre magasabbra emelt lécet állítani ahhoz, hogy el tudjuk költeni az uniós forrásokat. Ez butaság. Megérkeztünk a MÁ-ba. Milyen tervek vannak? Milyen tervek azok, amelyek mindenképpen megvalósításra várnak, hiszen a folyamatos fejlődés az áloga mindenképpen egy hallgazdaság eredményes működésének? Köszönjük szépen, ebben nincsenek gondjaink. Szerencsére az elmúlt időszakban a szolgáltatás iránti igény nagyságrendekkel nőtt. Harács Sárdánkban bizony már péntektől úgy kell helyet foglalni, és hát ha vasárnap beesik két vendégem, akkor én is keresem azt a három helyet, ahova le tudnánk ülni, vagy lehúzódunk a pincébe, mert nincs helyünk, olyan népszerűvé vált a halételfogyasztás. Ez egy rendkívül pozitív dolog. Örülünk annak, hogy az emberek szívesen jönnek hozzánk, örülünk annak, hogy most is bővítenünk kell, ugye azért ülünk itt most kint, mert nem tudunk beülni a csárdába. Szerencsére bővítjük a konyhát, meszelünk, teszünk rendbe mindent, hogy a szezont úgy tudjuk fogadni, ahogy kell. Nagyon jó volt, hogy a gyerekjátszóteret megépítettük, a kisgyerekesek kiszolgálása, akik igényesen, sok szeretettel jönnek hozzánk, és szeretik ezt a szabadságot, távolságot, ami itt van. Óriási dolog, hogy ez a kis játszótér megépült, és egy anyukára itt lehet hagyni az óvodát, a másik három család gyerekét is, aki majd egy kicsit később beszik, de hagyja a többieket. Nagyon örültünk annak, hogy Lidl forrásból meg tudunk csinálni egy kis halászkápolnát, illetve föl tudjuk újítani a halászkunyhókat. Ugyan még csak az egyik döntést kaptuk meg, de remélem a következő időszakban. Ez is egy évben van már bent, hogy döntésre kerüljön. Tehát ugye visszakanyagodva egy mondattal, nem értjük, hogy mitől lassítottuk be saját magunkat ahhoz, hogy fölvehessük az uniós támogatásokat. Ez itt földön, itt nálunk élőknek ez nem világos. Ezt nem kellett volna, úgy gondolom, de magadjunk abba, hogy azokat is megcsináltuk, és azokat az esküvőket, rendezvényeket, alkalmakat, amiket eddig is csináltunk, ki tudjuk bővíteni, hiszen a mi kis halászkápolnánk, ami most már 70%-osan kész, most készül bele a Szent Péter szobor, az arra nagyon jó lesz, hogy itt a tóparton lehessen esküdni a természet közelségébe, a víz közelségébe, a halak, a madarak, a virágok és a békák között nagyon-nagyon élvezik ezt, és szeretik a városlakók, akik ki tudnak végre jönni a városból. Hát ami fejlesztés, még a horgászcentrumunk. A horgászcentrumunk köszönhetően a jó hégének, meg annak, hogy itt azért halat fogni, az kötelesség és nem lehetőség. Meg azért annyi halat teszünk bele, hogy mindenkinek jusson zsákmány. Persze az időjárásnak nem tudunk parancsolni. Egy déli szélni akkor se eszik, ahogy a mannát szórok eléje, mert hát így működik a rendszer. De nagyon szép volt a forgalom növekedése, és eljutottunk oda, hogy a horgászcentrumban a kényelmi faktorokat bővítjük, kis esőbe álló faházakat építünk, megnagyobbítottuk a horgászcentrumban lévő büfét és boltot. Kénytelenek voltunk, mert akkora volt a forgalom, nem fértünk el benne, és hát ugye ott is megteszünk mindent azért, hogy aki hozzánk jön, csináltunk oda egy kis foglalkoztatóházat, rukkant vécével, mindennel, tehát olyan szinten a szolgáltatás felé mozdultunk el, hogy a harmadik lába lett a cégnek, és jelentős eredményeket tudunk vele elérni. Többek közt azért is, mert nagyon fontos az évközbeni pénzforgás. Ugye ha egy két vagy három éves üzem, kis hal megszületik májusban, majd két év múlva vagy három kerül csak a piacra, addig csak a költség megy rá. Egyetlen ilyen hosszú átfutási idejű, a húsmarhán kívül nincs, mint a hal, és hát az jelentős energiákat, meg pénzeszközöket köt le. Azzal, hogy a tegnap előtt leütött halból holnap már itt halászli fő, vagy azzal, hogy megvettünk akármit, és holnap után, vagy egy hét után már pénz van belőle, gyorsa a pénzügyi forgónk, az egy hatalmas segítség a gazdálkodás pénzügyi szektorába. Nem kell hitelt fölvennünk, hanem saját magunk tudjuk finanszírozni a beruházásainkat, meg az évközbeni költéseinket. Kivételesen fontos kérdés az is, hogy milyen szigorúan vett szakmai feladatok várnak, mert hogy a körítés a minden több, tehát ez a komplexitás az nagyon fontos, de milyen szakmai feladatok várnak a csapatra? A legfontosabb a hatékonyság, a legfontosabb. Tudomásul kell venni, hogy nem lesz több munkás kéz, nem lesz több.
észszerű gondolkodással, előre tervezéssel, feladatok csoportosításával, a gépesítéssel, a technikák átrendezésével tudunk csak előre haladni. Ez nem csak ránk igaz, és nem csak a halászatra, szinte mindenkire. El kell fogadnunk azt, hogy a kezével dolgozó ember lesz a kuriózum. Nem a mérnök, nem a technikus, nem a képzett ember, nem az egyetemi diplomás, az, aki a kezével manuálisan meg tud valamit csinálni. Ez a réteg egyre szűkül, ez világtendencia, tehát nem mi találtuk ezt föl, minden fejlett országban lehet látni azt, hogy vagy beviszik ezt a munkaerőt, Amerikában is ott voltunk egy farmon, ahol elmondták, hogy milyen klasszul és jól megy minden, és hát összesen öten vannak. Ez egészen addig volt igaz, amíg el nem mentem ott az egyik ilyen hátsó szín fölé, mert imádok körülnézni, hogy mégis mi van a hátsó udvarba, ahol ott 10 mexikói is sütögették ott nyáson a maguk kis kóbászkáját. Hát az öt mellé még az a másik 10 volt készként. Nálunk nincs ilyen, tehát nincs külföldi munkaerő, a halászatról beszélek, mert az országban már jelentős számú kézi munkaerő van, az építőipar zömmel foglalkozik, vagy idén jelleggel még a mezőgazdaság is. Nem ez a járható út. A járható út az, én úgy gondolom, hogy el kell jutni oda, hogy minél hatékonyabban, minél precízebben, minél jobban szakosodva minden feladatot lehetőleg géppel és technikával végezni. Ez a jövő útja. Erre az útra rá kellett lépnünk 2-3 éve. 15-tel kevesebben vagyunk és magasabb árbevételt értünk el. Az is igaz, hogy ha valamit 3 ember meg tud csinálni, akkor 2-t küldj oda, az is meg fogja csinálni. De 4-et semmiképp se, mert akkor 2-szer annyi időbe fog kerülni. Tehát ezek olyan dolgok, amiket az ember itt érzékel. Ez a megye, ez a térség különösen érzékeny. Az egyik oldalon itt van Hankók, Dunajváros, a másik oldalon itt van Székesfehérvár, millió üzeme. Innen mindenkit kiszívnak, akit csak lehet. Helybe hoznak a buszok, kényelmesen, 2-3 műszakos munkarendben, jó fizetésekkel. Tehát nekünk itt halmozottan hátrányos helyzetben vagyunk, mondhatnám. Bizony valamit abba kell hagynunk. Egy nagyon szép kis biokertészetet csináltunk. Először még piacra is termeltünk, aztán már csak az étteremnek, meg magunknak. Most ott tartunk, hogy a magunkat el tudjuk látni, már köszönjük szépen, megvan, mert nincs hozzá emberünk. Nincs semmihez, van egy kis bioból termelő szőlőnk, azt is gépesítettük teljesen, hogy semmit ne kelljen, csak egy ember, aki a technikákkal fölvonul, és alkalom után megcsinálja azt, amit kell, illetve úgy hozunk embert, hogy le tudjunk metszeni. Tehát ha azt nézem, hogy mi a jövő kihívása, akkor a magas szakmai színvonal, a szolgáltatási szektorban a nagyon pontos és igényes kiszolgálás, a termelésben pedig maga a hatékonyság az, ami az emberi munkaerőt a lehető legjobban használja föl, és a legkevesebbet használ ebből a munkaerőből. Tehát a felhívás továbbra is él ennek ellenére, ha arra magyar? Ha arra magyar, sőt, ha a péntek, hiszen az egyik legfontosabb dolgunk, hogy eladjuk a halat és megkedveltessük a magyar halat. Most mutatnám azt is, és akkor egy pillanatra, mert aktuális mindenkinek. Azt hiszem, nem az én gondolatom, de nagyon jónak tartom, a Nagy István agrárminiszter úr tartott a múlt héten Kecskeméten egy portfóliós rendezvényt, ahol az agrárium színe java ott volt, és átgondoltuk mi is, ahogy most itt veled együtt átgondoltuk, hogy mi várható ebbe az évbe, és volt egy jó mondata, a vírusok árnyékában élünk ma. Magyarországon 3 nagy vírus garázdálkodik, ugye az egyik a baromfipestis, a baromfi influenza, a másik a sertéspestis, mind a kettőt elég jól tudja az állategészségügy kezelni. Hadd mondjam azt itt nem csak magánemberként, hanem termelőként is, hogy a magyar állategészség ugye NÉBIK nagyon-nagyon a helyzet magaslatán áll, megszokta a járványokat, nagyon jól tudja kezelni őket, a lehető legkisebb kárt elszenvedve, hiszen a vírusok kikerülhetetlenek, és én nagyon remélem, hogy a koronavírus, ami most itt van, az a mai keretek között magad és néhány tíz megbetegedéssel és néhány tíz ember veszteséggel meg tudjuk úszni ezt a vírus, de ténykérdés, hogy a mai modern kor nagy kihívása a vírusok jelenléte. És hát ez sajnos nem véletlen, csak egy filozófiai kitérés, ahogy a rurális vidéki térségek épülnek le, és az emberek húzódnak be. A tömegesedés, a városok, a nagy tömegű ember együttléte, az bizony azzal jár, hogy ezek a területek könnyebben a fertőzés veszélyévé válhatnak. A nagy állattartó telepek sokkal kitettebbek, mint a kisgazdaságok. Tehát föl fog értékelődni pár éven belül a vidék, újra olyan élhető és szolgáltatásaiba is többet nyújtó területé válik, ahova szívesen fognak kijönni az emberek, mert jobban érzik magukat. Nem a város való az embernek 50 éves, 100 éves időtartamra.
el kell fogadni azt, hogy igazi immunitás, igazi kikapcsolódás, igazi relaxáció, igazi feltöltődés az a vidék adja. És én nagyon bízok abban, hogy a magyar turizmus megtartja ezt az arcát, ezt a fantasztikusan, szépen és gyorsan gyarapodó, kiépülő szolgáltatás rendszerét, és a kirülő városok mellett a hétvégéken vidéken találkozók azok az emberek, akik helybe termelt zöldséget, helybe termelt állatokat és helybe termelt élelmiszert fogyasztanak, és közben élvezik mindazt, amit egy városban nem lehet, a sokkal jobb levegőt, nagyobb szabadságot, és azt a közösséget vagy közelséget, amit a természeten kívül semmi nem tud nyújtani. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!